Köszöntök mindenkit itt a fejvári beszélgetésekben. Én megmondom őszintén, nagyon szeretek olyan emberekkel beszélni, beszélgetni és körülvenni magam, akik inspirálóak, akik napról napra fejlődni akarnak, akiknek tényleg vannak ilyen grandiózus terveik, akár a magánéletben, akár a sportterületén, és az életnek igazából minden területén. Sőt, ugye manapság rengetegszer lehet hallani azt, hogy legyél motivált, hogy lépjél ki a komfortzónádból, mert tényleg akkor tudunk csak igazából nagyon nagy dolgokat elérni, hogyha ezeket véghez és motiváltak vagyunk, és az előbb említett komfortzónából kilépünk. Na mai napon egy ilyen fiatal ember a vendégem, Hebo Bálint testépítő és fitness edző. Szia, köszöntelek téged. Sziasztok. Ahogy ezt mondtam a felvezetésben, hogy ismerjük egymást már viszonylag régóta, hogy tényleg te olyan ember vagy, akinek vannak nagyon nagy céljai, nagyon nagy tervei, amiért minden nap küzdesz, kilépsz a komfortzónádból, és, és teszel igazából érte ezért, ezért a dologért. Jelenleg maradjunk a jelennél, hogy hol tartasz a testépítésben, hol tartasz ebben a sportágban, és mik a nagy-nagy célok? Hát jelenleg Fehérváron dolgozom egy mm. nagyobb mm. Uh, konditeremben. Mm. Ö, versenyeztem, is, még vannak uh, céljaim. Mm. Úgyhogy jelenleg ott is dolgozom, mint edző. Úgyhogy nagyjából ezek a mi, Milyen eredményeid vannak egyébként így a versenyzésben eddig már régóta csinálod, mi, miket értél A kategóriában el... is indultam mm. Ö, tavalyi évben sikerült uh, Londonban kijutnom, előtte Olaszországban is voltam, uh, kisebb-nagyobb eredményekkel volt második hely, Aha. Uh, hatodik hely Londonban, magyar uh, versenyek közül a Superbadín szerepeltem egy uh, harmadik uh, helyjel, uh -huh. ami azért a mezőnyőhöz képest egy elég, elég jó eredmény. Meg az egy rangos elismerés, nem? Ez egy elég híres Nagyon, verseny azért. Igen, a magyar, Magyarországon egyik, az egyik legnagyobb. Uh -huh. uh, úgyhogy és Körülbelül. mi a cél? Mi az, ahol el akarsz jutni, ahol tényleg mindig ott elképzeled magad álmaidban, éberen létben, amikor kicsit úgy elmorfondírozol a jövődön, hova szeretnél eljutni? Hát egy profi titulus az, ami mm -hmm. megkoronázná így az egész dolgot, mm -hmm. az a cél a mm -hmm. közeljövőben. Aztán meglátjuk, hogy. Ahoz még sokat kell dolgozni egyébként, Tehát sokat kell még magadon alakítani így a testeden, hogy mondjuk elérd azt a profi szintet, ahová szeretnél jutni, vagy már csak ilyen a prosímításunk. Hát szerintem egy két-három éven belül azért, azért jól lenne eljutni arra a szintre, ami már megközelíti a fazont, hogy meg lesz, -e a profi kártya, azt így, így hívjuk, az több dolgon is múlik, de a fazon ez körülbelül két-három éven belül azért remélem, hogy már közeli megközelíti azt. Igen. Mikor állt ennek ennek a sportnak egyébként? A gyerekkorodban már tudtad, hogy ezzel akarsz, vagy csinált egy csomó mint és egyszer csak bekattant valami, na akkor most hirtelen ezzel fogok foglalkozni. Hát ez úgy jött ez az egésznek, hogy középiskolában a többiek is én is elkezdtem. Uh -huh. a többiek, lehívtak engem, és aztán én ott ragadtam. Ugye jöttek velem osztálytársak. Lebozsolódtak. lemozsolódtak. ugye, ugye, ugye mindenki mondta, jó, majd én is jövök veled. Aztán szép lassan lemozsolódtak, és én meg ott maradtam. Hát szerintem azért, mert én úgy éreztem, hogy sokat fejlődök gyorsan, uh -huh. meg nekem tetszett, így a napi rutinomba bele tudtam illeszteni, ugyanúgy hazamentem én is utána számítógépezni, mint a többiek, meg igen. tanulni. <laughs> amit, kell, <laughs> igen, így. amit kellett. Igen, csak nekem ez mindig megvolt így uh -huh. a, a napi rutinomban, miután az iskolának vége lett aztán, hát. Ez lett belőled, igazából, igen. Ugye mondtad, hogy iskola mellett kezdted el nagyon-nagyon fiatalként. Nagyon vékony voltál te, vagy volt neked tényleg egy olyan testalkatod, amire már lehetett építkezni? Csak azért kérdezem, mert sokan azt mondják, nekem nincs meg a megfelelő testalkatom, mert ez hogy ilyen legyek, én biztos nem tudnék ilyenné válni. Azért kérdezem, hogy te milyen voltál. Hát vékony voltam, uh -huh. és mivel nagyon sokat számítógépeztem, így a testtartásom is borzalmas volt. Uh -huh. Tehát ezt, ezt mindenképpen javította, ez az, uh -huh. az egész. Hát ez jó volt rá. Igen. Igen, tehát vékonyként kezdte. Tehát vékonyként kezdted, és akkor utána igazából Alapú. tudatosan táplálkozom. Majd kíváncsiak egy napodra a táplálkozásra, uh -huh. uh, milyen étrend kiegészítőket érdemes esetlegesen szedni, aki ezeken a, ezeken a dolgok gondolkodik. Iskolában, középiskolában álltál neki a sport középiskolában? Én szerintem, hogy kilencedikben. ben. Igen. igen. igen, igen. Hát és akkor mondjuk a vége felé már, akkor már eléggé megember esetleg, gondolom testalkat, mondjuk egy két, tehát mondjuk érettségére, vagy az iskola végzésére Addigra már. Úgy, úgy történt az egész, hogy hogy leérettségiztem aztán megcsináltam egy szakmát uh -huh. és azot amiben azot nem dolgozták gondolom két éves de dolgoztam, ja, dolgoztam felszolgálóként uh -huh. végeztem az érettségi után dolgoztam benne négy évet uh -huh. aztán lekerültem Siófokra a, miután megcsináltam a, a szakmát uh -huh. és ott lehetőségem volt és hát a barátnő múlszolására uh -huh lehetőségem volt indulni egy versenyen. Én nem akartam, én soha nem gondoltam volna egy versenyen, hogy valaha is indulok. Igen, ott szokott lenni valami, valami ilyen, ilyen, tehát beach kötődő, ilyen testalkatóakat kereső verseny. Igen, igen, hát verseny. ez egy ilyen ö, térd. Béla szépségverseny, igen. mondjuk hát, ezt nagyjából igaz? <laughs> igen, igen, igen. igen. Ö, aztán azon sikerült, Aha. hát egy ilyen top, azt hiszem, hogy az ötödik helyet uh -huh. behúzom elsőre, úgyhogy az 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 úgy nem is hát, csak állítottak oda igen. a csaj, hogy bármi kell, indulni kell, ez tök jó, de az igen. adott egy nagy löketet gondolom, mi? Igen, Aha. aztán utána elgondolkoztam rajta, hogy mi lenne, hogy ezzel foglalkoznék, uh -huh. és aztán következő nyáron megint siófokra elmentem dolgozni, ott összerántottam a pénzt a személyedzőiskolára, aztán jött ez a fehérvári Aha. konditeremi igen, igen. is. Nekem És azóta ez... ott vagy jól érzed Így magad? Ez, ez az életed? Úgy érzem, igen. hogy révbe is értem uh -huh. ezáltal. Na, az nagyon jó. Úgyhogy nagyon szeretek itt lenni. Mi az, amit esetleg, hogyha mondjuk lenne egy választás, vagy lenne még egy választás, mi az, amit mondjuk még csinálnál? Csak ez? Vagy van valami, amiben még gondolkodtál, vagy kedved lenne hozzá? Esetleg más szakma? Hát, amiben még más szakma? Uh -huh. Egy saját vendéglátóegység. Uh -huh. ami, hát, ami magába foglalná ezt a. Tehát, fittételek, ami, 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 ami így a kettőt így összekötné valahol. Mm. és amíg kihoz a pincére kaját, addig lehetne fekvenyomni, nyomni például, vagy egy jót válaszni. De ilyen, ilyen, ilyen ne, nem, 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 amúgy viccelek, nem. Aha. Csak hogy fit kajákat uh, tudnánk, Persze. és egy ilyen gyors étterem hmm. uh, szerűség lenne, ahova bejön valaki, és mit tudom, 10 én, én percen belül megkapja a kajáját. Az nem tudom, van -e ilyen ez... egyébként, hogy fit-fit gyors étterem, tehát létezik hát, uh, ilyen... Budapesten, van, Budapesten fejlben, van, nem tudok róla. De lenne, rá igény, szerintem. Szerintem én azt mondom, lenne rá igény szerintem. is. lenne is egész biztons. Igen. Pont azt néztem egyébként, hogy uh, rengeteg pékség, rengeteg étel, rengeteg hely nyílik, de tényleg olyan, ahol kifejezetten mondjuk egészséges ételeket lehetnek kapni, vagyunk mondjuk zöldséges, olyan mondaná, eléggé kevés Vannak próbálkozások, van. csak az a baj, hogy a szakmai tudás az is mint másban is. Persze. Nem hiszem, hogy uh, mellé tudják rakni, mm -hmm. és én úgy érzem, hogy az, az, az itt is. Persze, helytelne. persze. Mit szóltak azok az ismerősök, akik mondjuk láttak az előző testalkatoddal, meg mondjuk utána találkoztál velük már mondjuk ilyen testalkattal? Hát egy ö, elsősorban szerintem nagyon nagy ö, jellemberi fejlődést uh -huh. vettek észre, nagyon visszahúzódó voltam egyébként, azt kell tudni. Aha, tehát félénk gyerek és ö, Szerintem a felszolgálás is, mert ott ugye meg kellett szólítani a vendéget, persze. ki kellett állni, kellett egy kiállás, és a felszolgálás, meg a, a konditerem az, ami így egybe kovácsolt egy ilyen hm. uh, magabiztosabb uh, kiállást. Tehát nem, nem volt önbizalmad? Nem, nem, ön nem tudtam megszólalni sem. Hm. Uh, társaságban, sem sehol. Aha, tehát, tehát ez mindenki pozitív. Aha, Aha. Vették, hogy akkor Bálint, hogy kommunikálsz, Igen. és akkor meglátták a testalkatot. Meglátták a testalkatot, azon meg hát ámultak, ámultak, de nekem inkább ez a jelenbeli fejlődés az, ami, ami Persze. nekem fontosabb volt. Persze. Azért kérdeztem, érdekes dolog ez, hogy régebben én is nem, nem úgy, mint te nyilván, hobbi szinten csináltam ezt, meg most is azért valamilyen szinten. És érdekes, amikor az emberünk felment egy bizonyos kiróla, akkor ah. Isten mennyit hisztál, lefogytál 5 kilót, úristen beteg vagy. Igen. Tehát én gondolom, ilyen van neked Persze. is, nem? Persze. Sajnos nagyon hálátlan ez az egész, mert nem figyel az ember oda két hétig is. Mint az Na, semmit az nem csináltál Igen. volna igen. konkrétan. Tehát uh, azt igen. hiszed észre, hogy össze vagy csofad. Nyilván ezt te jobban látod, tehát, uh, de, de, de sajnos hálátlan. Nagyon hálátlan a sport szóra. igen tehát ez amit már megtudtunk erről általad, hogy akkor az olyan embereknek van akik nagyon-nagyon kitartóak akik tényleg küzdenek és ugye azt mondják ugye sokszor te is hogy hova gyúrsz még miért nem hagyod abba abba a akkor lemegy tehát ez egy életmód igazából igen életmód is, és, és ö, úgymond egy ilyen kis rituálé, így a napban uh -huh, meg igen. Így, így a saját világon be el tudok lenni lenyugszom. Nekem kell az a másfél két óra hogy hogy egész nap azt tudjak lenni, aki, aki szeretnék, és abban a testben, amiben szeretnék. Persze, igen. E, nagyon kevés ember érti meg, aki kívülálló, hogy mondjuk, hogyha nem tudod megcsinálni a napi edzésedet, akkor az ember lelki beteg lesz, ahogy szoktuk mondani, idegbeteg lesz, ideges lesz, frusztrált lesz, és akkor ugye a külső emberek néznek rá, hogy úristenő nem normális, de és ezt nehéz elmagyarázni, hogy, hogy, miért van ez. Alapvetően én azt gondolom, és ezt mondtam, lehet, hogy nem így van, akik ezt a sportot csinálják nagy része, tisztelt a kivételnek, önbizalom hiányos. én azt látom, meg, akár férfiak, akár nők kapcsán, nagy része nem mindegyik. És hogyha nem csinálja meg, akkor úgy érzi, hogy, hogy hogy ő kevesebb, mint a többi ember. Valahogy én ezt gondolom, lehet, hogy nem így van, de én ezt látom több esetben. Hát inkább lehetséges, hogy van benne mm. valami. Igen. Ö... Hogy te, te jobban foglalkozol ezekkel az emberekkel, te, te mit látsz, mi az, ami motiváljuk? őket? Hát nyilván fejlődni, szebb testalkatom legyen, mert van egy elégedetlenség bennük, gondolom. Igen, nem, nem, csak a test, szerintem mm. inkább ez, ez, egy idő után átmegy abba, hogy, hogy zavarja az őket, hogy, hogy nem, tudnak, nem tudják azt csinálni, amit, amit szeretik, mm -hmm. amit, amit szeretnek. Mert mm -hmm. hát egy idő után már megszereted azt, hogy a Persze. közeget, Persze. magát, a közeget, az embereket, akivel találkozol nap, mint nap, mm. ö, és a kaját mellé, a, 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 a napi kajádat, hogy összeragd, mm. hogy, hogy lejössz, és ez az egész feeling, amit, amit, amit ad ez a, ez a, ez a, ez a, konditermi, élet, ez a konditermi élet, szerintem, szerintem ez Uh -huh. Ezt, aki e ebbe már belekostolt, azt nem fogja tudni elengedni. Persze. A másik, hogy mennyire, ugye sok embertől hallom az, hogy aki mondjuk olyan szinten van már, mint te, hogy az nem feltétlen egészséges dolog már. Izületeknek, izmoknak, testednek, szívednek. Erről te mit gondolsz? Megterhelő, abszolút megterhelő, főleg az az időszak, amikor diéta előtt vagy, és úgymond az egy nagyobb tessúly, amiből uh -huh. te vissza fogsz fogyni versenyre, nagyon megterheli a szervezetet az biztos, mm. illetve az utána, tehát a visszajtás utáni kompenzáció, amikor behúzom minden vizet, minden tápanyagot, és megint megtelik az, az izomzat, a szervezet, és az, az alvásom olyankor nem az igazi, mm. illetve... A vitalitásom, mm. tehát nagyon nyomot vagyok egész nap. És a hangulatodra ez körül... is nyomom. Igen, és ez egy hónap körülbelül, mire az visszaáll mm. verseny, verseny időszak után. Tehát megterhelődött, tehát ott fejben is komolyan ott kell lenni, hogy tud, hogy mit, mi miért van. Mm -hmm. Nagyjából tudom ezt, ugye, hogy hogy néz ki ez a dolog, de mondjuk el a nézőknek is, hogy mondjuk a versenyre, amikor készülsz, hogy néz ki maga a verseny, diéta, meg az, meg az a vízhajtás, csak mm. hogy, hogy érezzék, hogy micsoda meló ez. Hát ez egy 16 hetes uh, periódus. Mm. Egy közepes szénhidráttól uh -huh. kezdünk körülbelül. Igen. Az mit uh, tett közepes szénhidrát? Tehát, hogy mit tudom, amennyit egy átlag ember leszik. Hát körülbelül hát, nem, nem, egy két zacskó szénhidrát, uh -huh. És mellé egy kiló hús, ami bemegy per nap. Per per, tehát naponta megeszel így egy van. kiló húst? Egy kiló hús, a hús az leosztva négy étkezésre, azon kívül van egy reggeli, ami zabos, uh -huh. meg egy esti tojásom. Körülbelül az, az a kezdésnek így néz ki. A uh -huh. étkezés. Az azért... És akkor ebből hetente csipegetünk Mondjuk vissza a Ez még úgy bírható, nem? Nem? Ez az eleje. Ez még bírható. Igen, az ö, teljesen jó. A vége az, ami durva ott. Na, már, mi? Ott már alig van széhidrát, rengeteg kardió, ami azt jelenti, hogy napi egy óra Lépcső reggel, másfél óra délután súlyzós edzés, és amelyik rá fél, de inkább egy óra lépcsőző kardió. Tehát az nagyon durva. Az utolsó négy hétről beszélek körülbelül, amit így szoktam meghúzni. Ott kell lenni, És hogy néz ki ott az étkezés? Mondhatnánk, hogy nincs a széndrág, inkább fehérje van ott. Mennyit eszel? Az indulóhoz képest, amit mondtál. Az indulóhoz képest. Mondjuk a hát, 1 hát, egy hús. is per nap. Félzacskorizs. Félzacskorizs, igen, és inkább húsforma, hús, az inkább halformátumban hal, hal megy be. Uh -huh. Tehát az, annak meg alig van kalóriatartalma, megeszem, és körülbelül fél óra olyan, mintha nem is ettem volna. Úgyhogy hát persze, mert sokat kardiózol mellett. Igen, ott olyan, olyan... Def, kalória deficitben vagyok ehhez a testsúlyhoz, hogy azt a szárazságot elérjem, hogy kínzó, rendesen kínzó. De mégis nagyon én szeretek visszatekinteni, visszagondolni arra az időszakra, igen. mert valahol szeretem ezt a kínzó érzést, mert, mert tudom, hogy annak, annak mi lesz a vége, és annak célja van. Ott lesz az eredmény ennek ennek a dolognak. Mondtad a, a víz, vízhajtást valami, de az hogy néz ki a gyakorlatban? Hát a vízhajtás az úgy néz ki, hogy uh, körülbelül egy héttel verseny előtt megemeljük a vízet, az azt, az azt jelenti, hogy uh, a szervezet észleli, hogy sok víz jön, így elengedi. Majd hirtelen egy nap megfelezzük, mondjuk teszem azt, 10 liter vizet megiszok egy nap, megfelezzük ötre csütörtökön és pénteken, mert egy liter van, majd szombaton a verseny, amikor nem iszunk semmit. Uh. Illetve ott már só is Uh -huh. Kijan a játékból az utolsó háromnak, már semmilyen sót nem viszünk be. Uh -huh. Orvosi vizsgálatra gondolom kell azért járnatok, tehát jártokkor. Mit szoktak mondani ez az orvosok erre, hogy csináld, ne csináld, hagyja már abban, ne jöjjön ne, durván? Ne, nem, nem jó. Persze, hogy nem, nem jó véleménye vannak róla. Uh -huh. Nyilván ez egy, ez egy testet annyira kiélezett, annyira uh -huh. ö, ott a uh -huh. ö, szélén táncolsz ennek az egésznek, hogy a, tulajdonképpen ez, ez egy életveszélyes állapot. Ha igen, igen. Pont azért, hogy ezt mondja az orvos, nem félsz attól, hogy nehogy Isten, lesz ettől valami gondot, problémát, mondjuk, mint a 40-50 éves korodban már súlyos gondok előjönnek. Hát, próbálom. Előfordul azért, hogy így hogy előjön, hogy úristen, nem? Nem, nem. Különösebb Aha. mellékhatást, azon kívül, hogy a verseny után kompenzál a szervezet, én még, uh -huh. én még nem észleltem, hál' Istennek. Uh -huh. Nem tudom, hogy meddig fogom még ezt így versenyszerűen, ameddig érzem magamban a tüzet, addig a mindenképpen, aztán hmm. meglátjuk majd. Persze, utána nyilván edzősködni fogsz, az ez biztos, az nagyon életed. Nagyon szeretem az embereket, nagyon szeretek foglalkozni, Ott maradsz. szeretem a közeket, úgyhogy hogy biztos, hogy tűz közelben leszek. Aha. Szülők szóval mit szóltak -e ez a dologhoz egyébként, hogy, hogy amikor nekiálta -e és már ilyen profi szinten csinálod, hogy kisfiam, hát, te? Hát az pont, elején pont, pont, nagyon pont. nehezen <laughs> indult ez az egész, mert hát nagyon sok időt kell a konyhában tölteni. Igen. És édesanyám konyhájában Ugye ott megvan, hogy nem mindig szabad, szennyes edény, stb. ott voltak civakodások, de aztán most már úgy érzem, hogy egyre komolyabb eredmények, ugye szponzorok, táplálékkiegészítő, stb. szponzorok jöttek be a, célba, a képbe, és ők, ők is látják, hogy azért van, van eredmény ennek az egésznek így szerintem már, kezd, így már megbékéltek vele. Aha. Nehéz volt ez elej. Persze, gondolom, nyilván féltettek is, hogy Úristen, az meg, biztos, meg igen, mi az, igen, amiket beszedt azokat a porokat, igen, meg mely, se minden, se de azt még mind. mai napig is hallom, hogy nem ám valami, valami baj, Nem ám valami baj, de igen, bár. <hállíthat> <hállíthat> persze, igen, igen. Emlékszem, és amikor elkezdtem, edzeni, ugye még nagyon-nagyon régen, akkor hazavittem, vettem valami aminótablettát, mm meg port, és akkor nekem a kidobták konkrét, hogy Úristen, mi ez biztos pult vettem valami tiltott amit, hogyha beszed az olika, akkor neki baj lesz, neked ugye, hogy a verzióban, ugye ezt meg csinálják. Főleg régebben még nem volt ennyire kiforva ez az egész, és igen. akkor még nagyon furcsa volt. Persze. Most már hál' Istennek azért elfogadottabb szerintem, mert Persze. minden sportban ott van a táplálék kiegészítő, és kell is, hogy használják a többi sportban is. Úgyhogy hál' Istennek most már Igen, igen, nem nézik annyira rossz szemmel. Persze, szerencsére. Akkor te, te magadnak elkészíted a kajádat? Abszolút. Tehát te csinálsz. Nem is, nem, is, nem is tudom megtenni azt, hogy valaki másra uh, rábízzam, mert ott nem csak a... a, a kaja mennyisége, de az, hogy mivel ízesítem, és zsírt rakok hozzá, és persze, ott még a végén már annyira, annyira uh, kevés dolgot tehetek, hogy még az sem mindegy, hogy milyen állagúra csinálom meg magamnak, tudod? Szóval az ezért ilyen. szeretem magamnak megcsinálni saját közül. De az mennyi naponta azért az egy óra minimum, nem mire összerakod a kaját. Igen. Ez brutál azért hát... annyit küzdeni. Vagy és akkor mikor szoktad? Reggel, este készíted elő, korábban hát, felkelsz? inkább vagy... korábban felkelek. Mm illetve még az is a nap része, hogy beszerezzem ezeket a nyersanyagot Na a rengeteg az... meló mellett. Igen, tehát a csirke mellett veszed meg, a halat veszed meg, rést veszed meg, zöldség, uborkát. Zobót, uborka, és az, igen, az is nagyon nehéz beszerezni, hogy jó minőségűek legyenek. Tehát Aha. több helyre el kell menjek, hogy azt, azt a minőségű táp, tápanyagot bevigyem, amit, amit, amit kell. Az igen. Szabad de havi, havi, nem akarok a sembben a turkál, havi szinten, mondjuk mennyi beáll meg a kaját. Nyilván kiszámoltad már így. Poéból, nem napoléban nyilván érzed hát, a hát, kis Szinten... Bukszada. Csak, a, csak, a, csak, a, csak kaja? a kaja. Egy százas biztos. Tehát százas a kajád. Egy százas, de és akkor, akkor az alsó hang. Uh -huh. Igen. Megvannak már bejáratott helyek, nyilván már lehet egy kis engedményed is, én bálintkám megviszem, nem hát, tudom, igen, mit tudom. Egy ötven kilós csirke mellett nagyjából, és akkor adunk Körülön. neki valami engedményt. Igen. Azért az, erre ugye még rájönnek az étrendkiegészítők, és valamit szintén, ugye ad, vannak szponzorok is, Van de azért a kell is vásárolnod igen. is, azért gondolom még emellé valamit, vagy mm. ezt hagyják teljes egészében. Szerintem ez, ez, ez... ez jó teljes a... Ez már fedi. nagy dolog. Nagy dolog. igen, dolog. A... is neki nagyon úgy... Hát persze, gondolom, az még ugye gondolom kitett volna még Rengete egyszer ennyit. ennyit. ha viszont ezt is elég azért finanszírozni igen. nyilván. Ugye emellett, hogy, hogy készíted magad fel a versenyek, emellett ugye személyi edzős, edzős igen, és még uh, versenyzőkkel is foglalkozok, hogyha uh -huh. megkeresnek. De gondolom egyre többen Istenik, vannak. Mert érdekes, láttam olyan fitness edzőket, akik hát igazából semmilyen testalkattal nem bírtak, egy tök átlag. Uh, és náluk is voltak emberek, akik edzettek. Én azt gondolom, hogy ez a munkához kell egy ilyen testalkat, mert ugye az embernek akkor lesz bizodalma, hogy egy olyan tükröt lát mag előtt, aki tréningezi, ami az ember szeretne válni, aki ugye éppen fordult hozzád. Ez fontos azért, hogy meglegyen. Fontos, viszont ö, nem minden esetben. Én úgy gondolom, hogy nem minden esetben kell, hogy Nyilván legyen egy nagyon jó fizikuma, de nem minden esetben kell versenyzőnek lennie teszem. ahhoz, hogy jó edző legyen valaki. És viceverze, tehát nem minden esetben jó edző, egy testépítő. Uh -huh. Tehát itt emberileg is kommunikálni is nagyon jó kell éppen a, a, a vendégnek az adott napja, hogy, hogy milyen volt, hogy hogy, hogy tudod lekommunikálni ezt Teszem. az edzést. Tehát fontos az, hogy, hogy hogy viszonyulsz az emberekhez. Igen. A másik, ami érdekelne, ugye beszéltük a logisztikáról, főzöl, edze, hogy néz ki egy napod, mikor kezd egy átlagos napod milyen? egy ilyen versenyfelkészülős? Hát egy, 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 olyan, meg mondjuk egy, egy, amikor nincs verseny, amikor csak úgy csinálod a kaját, meg mm -hmm. úgy edze. Csak idézőjebben nyilván. Hát igazából sok különbség nincs, nincs koztál. E, ugye reggel felkelek, megcsinálom a napi kajámat, az be van dobozolva, igazából... Viszed a konditerembe magad? a terembe a... a kis pakjaimat, az edzős cuccotat, az egész napi váltóruháimat. E, és akkor közben jönnek hozzá, még ott van. a, a vendégeim. Mm. Igen, van egy minden uh, három, óra, három óránként van egy tíz percen megkajáljak. Mm. Nagyjából Szerintem. be van időzítve az egész napom. Persze. Ez persze tudatosan meg kell tervezni, mm. és akkor amikor jut idő, akkor, amikor... akkor pedig, pedig, éppen edzel mondjuk Aha, két, két hát Az is megvan. Között. Tehát uh, fontos, mm. hogy uh, megvan azt, hogy, mondjam, hogy kettőtől négyig én eszek, előtte van egy három étkezésem, utána van mm. uh, négy óra után van még három étkezésem, úgyhogy ez itt kopra be van lőve, tehát uh -huh. muszáj, tehát a rendszer a, a szíve az egésznek. A szeg... És hány órát edzel? Egy, másfél, kettő? Á, általában kettő. Kettő, kettő az, ami, ami a súlyzós edzés. Uh -huh. Hogyha kardioznom kell, akkor pedig reggel egy gyomros. Uh -huh. hát az úgy néz ki, hogy megcsinálom reggel a kajámat, bemegyek, lekardiozok, utána reggelizek, és úgy kezdődik a nap. Uh -huh. uh, nyilván, ugye ez szellemileg nagyon megterhelő ez a sport, azért bármennyire, ugye aki kívül áll, nem gondolja, de szellemileg megterhelő a gyakorlatok végrehajtását pontosan ott kell lenni, hogyban tényleg. És közben, ugye fizikális erőt komoly erőt kell kifejteni. Hogy kapcsolódsz ki? Ugye fontos a kikapcsolódás, hogy tudsz kikapcsolódni? Ez jó kérdés, mert egészen addig, amíg nem, nem ott dolgoztam, Igen? kikapcsolódás volt a konditerem. Terem. most egész nap ott vagyok is ott. Most ez nem a nem nem kikapcsolódás. Igen, Igen, és erre nem jöttem rá mivel mondtam, hogy fiatalabb koromban szerettem nagyon számítógépen játszani. Igen? Így most, most, is. Ja, nyomogatod Igen. a gépet. Úgyhogy nekem ez, engem ez kapcsol ki. Teljesen beülök elé, benyomom a játékot, és világ megszűnik, és teljesen megnyugszom is. Úgyhogy nekem ez kell. Amely. De azért az bárhol elérhető, konkrét, a telefonról is tudsz játszani. E, ezért hoztam egy, vettem egy laptopot, és így már ja, akár amikor autó. a páromhoz Pestre megyek, akkor mm. oda is tudom vinni. Úgyhogy... És a párod is ezzel foglalkozik, egyébként ő is fitnesszel? E, és konni teremben dolgozik, mm. pultos, mm -hmm. igen, ah. Pesten az egyik legnagyobb teremben. Ah. E, ő is szereti az egész, nem versenyzett még, de de az élet a része. Igen. igen. Lányoknál vagyunk. Mennyire jön be ez a testalkat a, a, a lányoknak? Mennyire mennyire látod azt, hogy mondjuk ami voltál előtte, vagy ami most vagy, hogy sokkal, de sokkal jobban, mondjuk, felfigyelnek rá a lányok? Van egy szignifikáns változás ebben a dologban? Abszolút. Aha. Tehát mondhatni, az embernek se kell szólnia is. Ha, tehát így kellendő vagy. Igen, de felszólnék. ez, ez, ez uh, nem is feltétlenül jó. Tehát nem, nem, éle, nem jónak, jóként élem meg, mert ne azért. Világos. Hanem, tehát, igen. Persze, de nyilván, nyilván, nyilván érthető persze egy női szemmel egy olyan testalkat, ami, ami egy kidolgozottabb, ápolt, mint mondjuk egy olyan, ami, ami mondjuk ezzel szemben ugye nem tartozik ebbe, ebbe a kategóriába konkrétan. Sörözni szoktál járni? Tehát, hogy mit tudom, ilyen földi dolgokat sörözni, inni barátokkal, haverokkal, itt megengedhetsz magadnak, vagy azért távol állt. tőled? Persze, amikor, nagyobb. amikor, nem, uh, amikor még távol, távolabb a verseny, akkor azért hétvégén el menni erre-arra. Uh -huh. De azért próbálunk, főleg amikor nyár van, ez nagyon-nagyon rossz egyébként ez az őszi szezonos készülés, nagyon nehéz beleállnom, mert uh, ugye most kezdődik ez az egész nyár közepén a felkészülés, és mindenki hív ide, ott Balaton menjünk, erre, arra, de az a baj, hogy ilyenkor, ilyenkor nincs más. Persze, persze, ezt csinálsz folyamatosan. Nehéz, nehéz oda, uh, de... <laughs> Mégis szakmázás így a műsor vége felé. Uh -huh. Hallottam, olvastam olyat is, hogy aki neki akar állni ennek a sportnak, ne féljen tőle, mert a kaja 70%, az edzés pedig 30%. Ugye ez valóban így van? Ugye gondoltak arra, hogy ne féljen tőle, hogy nem kell azért megszakadni, mert odafigyel az ember a kajára, akkor is nagyon szép. Nyilván nem ilyen, nagyon szép eredményeket el tud érni. Ez tényleg így van, hogy a kaja jobban számít, mint az edzés? Számít mindkettő, hmm. nagyon, de mivel, hogy nagyon az emberek. 80%-ának a, 80 a kajával vannak problémái, tehát lejön, le tud edzeni egy másfél óra alatt, viszont egész nap meg nem tud a kajára odafigyelni, ezért azt mondanám, hogy jobban kell odafigyelni a kajára. Nagyobb figyelmet kell a kajára fordítani, mert, mert az az, ami megszokott meg, meg csúszni ez az, az egész. Mm -hmm. Na és még egy kérdés, hogy a műsor végén, hogy mondtad, hogy van párod, hogy a magánéletben mik a nagy, -nagy tervek? Ugye a műsor elején megtudtuk, hogy mi a nagy terved a profi szint, a testépítésben, magánéletben mi a, mi a terv? Hát, mivel én itt vagyok Székesfehérváron, uh -huh. ő pedig Budapesti. Össze kéne költözni, igen. mondjuk az jó lenne? Ez, ez lenne. Te mész, a... hogy jöjjön? Hát az még, még meccselés mi, az nem egy egyszerű igen, igen, dolog, igen, mert nehéz feladni Abszolút, neked. Itt nem, nem a meg. Igen ott. Nagyon szeretek itt lenni Székesfehérváron. Uh -huh. Budapesten, meg a budapesti pezsgést szoktuk Persze. meg, már minden hétvégén ott vagyunk fent. Ez még a jövő kérdése. És akkor ugye gyerek, stb. volt már róla szó, vagy Gyereket még nagyon szeretnénk, meg ő is úgy van vele, hogy nem Meggyűjtögettek, igen, építkeztek, igen, igen. stb. stb. Igen. És még egy kérdés a végére, hogy ebből a sportból, ugye te már így profi szinten vagy, vagy annak az ablakában, ebből meg lehet élni, vagy, vagy aki mondjuk ezért is akarja, vagy, vagy nem feltétlen, inkább itt csak az elhivatottság, ami visz előre. Én úgy gondolom, hogy nem küzdök semmiféle anyagi mm. problémával, mm. de ehhez bele kell tenni tényleg azt, hogy az emberek azt lássák rajtad, hogy tényleg, tényleg. Mm szereted, amit csinálsz, és uh, nem, nem a, én, nem, én például nem a, nem a pénzért kezdtem el ezt az egészet, meg mm. nem azért, hogy versenyezek nem azért, hogy ezzel foglalkozzak, és hál' Istennek ez szerintem így jutott vissza, hogy hogy nem is kell ezen izgulnom, Persze. hogy uh, hogy ezt hogy ezt uh -huh. így mutassam a, 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 az emberek felé. Hanem ez csak így jön, és csak azért, mert szeretem. Ez, ez a legfontosabb. Válint, köszönöm szépen, hogy Alyan, itt szépen voltál. Köszönöm. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a Fejérvári Beszélgetésekben.